Sziasztok! A következő leírás egy férfinek a tapasztalata. 35 évesen már hozzászoktam, hogy remegnek a kezeim, a szemeim kidüllettek, a hajam megőszült, fáradt voltam és rettentően ingerlékeny. Álmatlanságban is szenvedtem. Ízületeim állapota gyorsan romlott, és az orvosok azt mondták, tolószékben fogom végezni. Esős napokon az is nehézséget okozott, hogy lehajoljak és bekössem a cipőfűzőmet. A szívem nagyon gyorsan vert, még pihenés közben is percenként 150-et, a normális érték 72. A pulzus számom végül annyira megemelkedett, hogy nem tudtam dolgozni, és kórházba kerültem. A kórházban rákapcsoltak egy gépre, ami folyamatosan mérte a pulzus számomat és a vérnyomásomat. Ekkor percenként 178-at vert a szívem. 5 orvosból álló konzúlium gyűlt össze, hogy megvitassák, hogyan csökkenthetnék a pulzus számomat. Végül úgy döntöttek, hogy 22 liter fiziológiás sóoldatot csepegtetnek a vérembe. Miután ez megtörtént, a pulzusom 173-ra csökkent. Tehát 178-ról 173-ra. Ekkor az orvosok ismét összeültek, és úgy döntöttek, hogy áramütéssel leállítják a szívemet, majd újra indítják. Papírokat akartak velem aláíratni, amelyeken az állt, hogy tudatában vagyok a ténynek, hogy ilyen beavatkozásoknál az esetek 10%-ában a szív nem indul újra. Nem járultam hozzá. Na, nagyon hosszú a szöveg, úgyhogy ismét a saját szavaimmal mondom el, hogy rövidebb legyen. Szóval az orvos vért vett tőle, és azt mondta, hogy súlyos pajzsmirigy túlműködése van, és azonnal meg kell operálni, és utána élete végéig hormon tablettákat kell szednie. Na most a férfi erre nagyon ideges lett, ugyanis élete során már 9-szer operálták, és egyik műtéttől sem lett egészségesebb. Erre az orvos azt mondta neki, hogy akkor is meg kell operálni, mert gyógyíthatatlan és visszafordíthatatlan az állapota. Erre a férfi azt mondta, hogy de ő nyers vegán táplálkozásra fog áttérni. Erre az orvos azt mondta, hogy pont az ellenkezőjét kéne tennie. Hát ekkor a férfi hazament, és másnap áttért nyers vegán táplálkozásra, és hetek múlva már hát így megnőtt az energia szintje, jobban lett, később elkezdett futni, és nyert is futóversenyt még később, és hát teljesen egészséges lett.